Reggeli Monitor. Nagy az aggodalom az Astrobotic Peregrine One missziójával kapcsolatban. Talán kezdjük azzal, hogy mi a misszió célja a legújabb amerikai űrszondával. Alapvetően itt az lett volna a feladat, hogy egy kereskedelmi szondát a Hold felszínre juttasson Amerika. Ugye a NASA a 60-as, 70-es években saját maga készítette a szondáit, és kvázi állami szereplőként épültek akkor a leszálló egységek. Most viszont az új felfogás az az, hogy alvállalkozóknak van kiadva az a feladat, hogy a Holdra eljutassák a hasznos tömegeket, és az Astrobotics-nak ez a Peregrine küldetése, ez lett volna az első ilyen kereskedelmi Hold misszió. A feladat az volt, hogy szálljon le nagyjából egy hónap múlva a Holdra, és ott különböző tudományos küldetéseket, illetve időkapszulákat, emlékeket helyezzen a felszínre. Mit lehet tudni erről az űrszondáról? Milyen paraméterekkel rendelkezik, és hogyan működik egyébként ennek az irányítása? Egy nagyjából hűtőméretű eszközről van szó, tehát olyan 2 méter magas, 2 méter széles, azért egy nagyobb hűtő, és egy olyan izgalmas rendszerrel működik, hogy olyan hajtóműve van, amiben összekeverik az oxidálószert az üzemanyaggal, és az azonnal begyullad, tehát nem kell kvázi pluszban szikráztatni. Ez a fő hajtóműve, amivel a pályamódosító manővereket csinálja, tehát ezzel állt volna Hold körüli pályára is, és emellett még kisebb fúvókákkal tudja a saját dőlés szögét állítani. Mi a probléma, amiért most veszélybe került egyébként ez a misszió? Jelenleg a hipotézis az, hogy valószínűleg az történt, hogy egy hélium fúvókának a becsukásakor jóval nagyobb nyomás keletkezett a szondában, mint azt tervezték, hogy kibírjon, és emiatt megrepett valószínűleg az oxidálószernek a tankja. Emiatt 2 dolog történik. Egyrészt szivárog az oxidálószer, ami csökkenti nyilván a tömegét magának a szondának, illetve ez elszivárgás, ez elkezdte bepörgetni a szondát. Ez volt az első, amit észrevettek, hogy nem jó felé néz a szonda, elfordult a nap irányából. Úgyhogy most folyamatosan működtetni kell a fúvókákat, hogy irányban tartsák, és közben pedig csökken a nyomás a tankjaiban. Lehet ezt a problémát egyébként orvosolni így menet közben? Amennyire tudják a mérnökök, orvosolják, megjavítani nem lehet. Hogyha lenne ember a fedélzeten, akkor lenne esély arra, hogy ő megcsinálja, de így csak csökkenteni tudják a szivárgásnak a mértékét, amivel egyébként fantasztikusan haladnak. Tehát nagyjából 12 órával ezelőtt kiadtak egy közleményt, hogy 35 órára elegendő hajtóanyag van hátra, 9 órája, tehát 3 órával később már 36 órára volt elegendő. Tehát folyamatosan dolgoznak azon a mérnökök, hogy minél tovább kitartson. Jelenleg úgy néz ki, hogy körülbelül péntek délután, szombat reggel nagyjából ebben az idő ablakban fog kifolyni majd a hajtóanyag. Itt elég komoly problémákat is elmondott, akkor több mint valószínű, hogy ez a misszió kudarcba fog fulladni? Az teljesen biztos, hogy a teljes küldetését nem tudja végrehajtani. Nem fog tudni már Hold körüli pályára sem állni, úgyhogy nem tud majd leszállni a Peregrine küldetés. Jelenleg folyamatosan működtetik az összes tudományos eszközt, ami a fedélzetén van, tehát az áramellátás az biztosított, és amit tudnak tudományos eredményt kihozni, azt bizony ki fogják hozni ebből, kisajtolják a misszióból. Egész sokat lehet mostanság hallani arról, hogy újra ember léphet majd a Holdra. Miért fontos ez egyébként a csillagászat számára, hogy embert vigyenek a Holdra? Annak, hogyha egy ember megy egy égitestre, hatalmas előnyei vannak egy robothoz képest. Ugye bár a Holdon tudjuk nagyjából azonos időben irányítani az eszközöket, azért egy ember mégiscsak sokkal több mindenre képes. Ő tud autonóm módon dönteni ott a helyszínen, és ezért a tudományos eredmény, amit el tud érni, az jóval nagyobb. Nagyon sok olyan Apollo kőzetmintánk van például, amiről itt a Földön kiderült, hogy ez egy unikális dolog, és hatalmas felfedezésekhez vezetett, és ezek úgy kerültek haza, hogy a felszínen lévő űrhajósok úgy döntöttek, hogy az a kavics sokkal izgalmasabb, mint egy másik, és ezért inkább azt vették fel. Tehát ilyen szempontból nagy előny lehet. Valójában, ami felkeltette most az érdeklődést a Hold iránt, az az, hogy megjelent a gazdasági szerepe is a Holdnak. Most már nagyon sokszor, mint Hold-Föld gazdasági rendszerről beszélnek az iparban is erről a területről, tehát lehetne akár bányászni, lehetne gyártani a Holdon, amivel egyrészt új nyersanyagokhoz jutunk, másrészt meg
a környezetszennyezést a mi bolygónkról ki lehet telepíteni. Illetve még egy nagyon fontos ugrás, hogy hosszú távon mindenféleképpen szeretnénk a Marsra is eljutni, és ehhez a Hold egyrészt egy remek gyakorlóterep, tehát minden technológiát el lehet próbálni egy másik légitesten, illetve a Holdról indulva sokkal egyszerűbb a Marsra elmenni, mert a Holdnak kisebb a tömege, ezért a rakéták sokkal könnyebben el tudnak rugaszkodni róla. Akkor ebben elég sok lehetőség van. Mikor várható, hogy újra ember léphet esetleg a Holdra? Most a legfrissebb információ néhány napos, az az, hogy a NASA 2026. szeptemberére tervezi a következő Holdra szállást az Artemis 3 küldetésben. Azért a szakértők kételkednek e felé. Én magam inkább azt mondom, hogy 2027 vége, esetleg 2028, de mindenféleképpen az évtized vége előtt ember fog menni. Ezt már csak azért is biztosra tudjuk mondani, mert az amerikaiakon kívül másik nemzetek is szeretnének menni, és Kínának például 2030 a céldátum. Mi lesz a sorsa a korábban említett amerikai űrszondának? Hamarosan újabb missziót láthatunk vele? Maga a Peregrine, ő idén nem fog repülni. Ugye maga a küldetés is kettő részből állt, egy új rakétát is teszteltek, és egy új szondát is. Az új rakétának már most is több tucat megrendelése van, és az jól is teljesítette a küldetését, tehát várható, hogy rutinszerűen idén is indul már több, és a következő években folyamatosan. Az Astrobotics Peregrine leszálló egységének jövőre van tervben újabb indítása. Nyilván jól átnézik, hogy pontosan mi történt, mi okozhatta ezt a problémát, és lesznek emiatt javítások. De ennek a cégnek van egy másik leszálló egysége is, a Griffin, ami pedig még idén tervek szerint november-december környékén el fog indulni. Tehát semmelyik fél, sem a NASA, sem a rakétagyártó ULA, sem pedig az Astrobotics nem áll le, mindannyian mennek tovább, és határa csillagoség. Ugyanezekkel a célokkal indulnak útra, ezek a más típusú szondák is? Más eszközöket fognak majd a Holdra juttatni, de itt is az a cél, hogy kereskedelmi küldetések legyenek, és magán cégek el tudjanak juttatni eszközöket a Holdra. Nyilván más eszközökkel, a Griffin az jóval nagyobb, így megengedi azt, hogy például nagyobb holdjárókat is vigyenek, de a cél, hogy tudományos eszközöket eljuttassunk a Holdra, az marad.